Szevasztok, gyerek még. Jaj! Várjatok, csak meg kell igazítani ezt a videót. Most felraktam a selfie botot. Jaj, de rég volt már a videó. Ja. Jó kis ebéd utáni videó. Rég volt, hát csak két nap. Ja, hát most olyan rég nem volt. Ja, nem is nagyon akartam, mert ugye kicsit biztos rá gondoltátok. Na. Mert nem tud pénzt keresni, és elment a kedve. Ja, hát kicsit, ja, tényleg amúgy. Viccen kívül amúgy kicsit elment. Vagyis hát tudod pénzt keresni, csak hát... Ja, csak hát hogy mondjam. Most ezt a felsőt veszük fel, gyere kikók. Ja. Ajaj, ki kéne fújni az olalmat, mert mintha... Nem jó. De megvonulva minden, mindjárt elmondom, hogy mi van. Nem sokára elmondom, nem sok ide van, fél órá még annyi se. Mert ugye elmentek fateleik, meg bátyám is. Hát, sejtetitek hova, amit már mondtam. Csak ugye nem részletesen. Mondom, akkor kb. Van fél óra, az annyi sem. Meg lehetjük menni. Na, csak éreztem, ki kell fúrni, hát. Így is, egy kicsit így. De. Júj. Mindjárt mutatok valamit, gyerekek. Mindjárt mondom, hogy mi van. Azt is. Látjátok? Van szék. Két szék. Ott elrendelte magának, meg nekem. Tudom, hogy nekem van elég, hogyha állok. Így is úgymond mit csinálok, semmit tudom, mondta is ezt is volt el, hogy 20.000 forint volt. Mert hogy ugye, mindig felsz volt el, az akkor a konyhában mindig. Áll azt, hogyha kijön velem cigizni, ugye is akkor mindig mondja, hogy már sokszor jól esik ugye nyilván ülni. És akkor az élet ez a szék. És jó, elvill. Jó, hát igaz, mondom, tényleg nekem minek szék, amikor lent a gépnél, vagy stb. De úgy pont jó, elvill. Azt mondta, igaz, hogy 110 kilóig, de hát 136, vagy mennyi voltam az előbb. Múltkor, amikor mondtam. Ó, még jó is ez a háttér, hogy így itt van a szék. Látjátok, még ez így jó. Na. Ez így, nézzétek meg. Ja. Csak nem tudom, miért levegek. Meg nem régettem másodikat, egy 10 perc sem. Na jó, hát végül csak lesz OTP, de nem az, ami régen volt, hanem OTP Smart, az a neve, számlanyitás, ugye. Beírtam, hogy OTP, számla, nem is tudom már mit írtam, számlanyitás. És ugye online-on lehetett ügyintézni, videóhívással, amire vágynék, hogy videóhívásozni. Az úgy mondja, ja. Amikor ugye mondasítem, hogy jó, pedig régen milyen jó volt, hogy csajokkal videóhívás volt mindig, ugye. Na most meg volt. Nem kellett bemenni, hanem videóhívásba lehet a számlát nyitni. És állítólag néztem, ez a Smart, úgy van, hogy egy évig ingyenes, nem kell havidíjat, esetleg talán majd utára kell 1300-at. Hát most még, most figyeljetek, akkor sem olyan sok, úgymond még, vagy ha még a max 1500-ot is kell, mert most akkor félre lakok mindig a pénzemből, például most is kaptam 4 napomra, 25.000-et, fateltől 15, motertól 10.000-et, hát így van 25.000-em, úgyhogy maxra beszéltük is, hogyha olyan van, ha mégis kell havidíjat fizetni, vagy valami ilyesmi, akkor majd abból motel átutalja a számlámra OTP-re, és akkor kész.
Tudom, hogy írt a Thomas Johnson is, hogy van a valami gránit, meg nem tudom, én mindig azt mondtam Fatereknek, gránát, mert olyan hülye nem van amúgy, amit írt Thomas Johnson, ne haragudj. De köszönöm szépen, ahogy, hogy utána is tér neki a dolgokon. De én valahogy akkor is abba a bankba bízok meg, mert azok a bankok biztos, hogy nem húzzák rá az embert. Ja, sőt, amikor még Mutter egyszer voltak ilyen csalók, hogy elején nem is rendem, nem adja meg Mutter a kártya adatokat. És akkor egyszer valamit ő akart utalni valakinek, már nem tudom minek, mi volt már akkor. Csak úgy is gyorsan így elmondom, és akkor az a számla, amire akart volna Mutter utalni, csaló volt. És hívott is az OTP, hogy nem engedték, hogy átutalja azt a pénzt, a 30 ezer forintot, mert annyit akart, nem tudom már mit akart, mindegy. Vagyis hát, hogy tudom még, csak most nem is az a lényeg, hanem már egyből hívta az OTP utalomat, hogy ez csaló, erre ne utaljon meg, stb. Stb. Hogy mégis szóltak. Én elejét is úgy mond, akkor is ezek megbízhatóabbak, mint a többi. Mint a Revolut, ja, a Revolutot töröltem, majd elégetjük a kártyámat is, ami van. Jaj, le kellett nullázni a Revolutot, bár azt írta a Revolut, hogy 6 évig kötelesek megtartani adatokat. Hát nem baj, hát. De úgy voltam vele, hogy minek akkor két úgymond kártya, mert állítólag kártyát is kapok, mert azt írta, hogy posta is hozza az OTP, de a folyószámlám, ugye ugyanúgy lesz folyószámlám, neten majd tudok utalni, meg stb. Meg vásárolni, Mastercard online kártyám lesz. De azt nézte, megnézte Fater ezt a Smart, majd belinkelem a leírásba nektek, hogy jobban értsétek, miről van szó. Hogy elindul a kártyát is fogok kapni, OTP is ugyanúgy. Mert van, ami betéti, vagy mi a neve ennek. Ugye nem olyan, mint a Botelnak van, mert a Botelnak nem is tudom, OTP direkt, vagy mi van neki. Hát nekem is régen az volt, azt tudom, OTP direkt, valami. És ugye egyedül kellett úgy intéznem, ugye nem lehetett, hogy most Motel vagy Fotel segített, hanem nekem kellett egyedül, ugye. Ja, elsőre egyedül ügyintéztem, és tényleg most lehet, hogy vicces, de ja, nem vicces. Ja, kicsit a úgy izgultam is, meg bú. Ha majd, ha kérdezzek is, ugye valamit, meg minden. Meddig általában mindig fatalékkal ügyintéztünk, ha olyan volt, bármi olyan dolog. Úgyhogy szerintem azt mondta, hogy tegnap lett csinálva ugye ez az ügyintézés, ugye a személyét, meg lakcímet kellett mutatni, meg stb. És akkor mondták is, hogy 2 nap munkanap, mire még aktiválják a számlát, meg elküldik a dolgokat e-mailen. Hát majd szerintem vagy kedden, vagy szerdán, mert ugye 27 vége van. Úgyhogy ja. Hát tudom, most kicsit nagyon gyorsan mondtam el a dolgokat, de azért remélem, hogy lehetett csak én nagyjából. De hát, ja. De tényleg köszönöm szépen a tovazsúzónak is, hogy utána nézett a dolgokat, hogy még lenne jó nekem számla, csak hát nekem valahogy nem tudom, ezek a ismeretlenek. Jó, a Revoluttal se nem volt baj, mert tényleg ingyenes, meg minden. Mert hát tényleg ingyenes volt ez a kártya. Nem volt semmi havidíj, semmi levonás, semmi, csak hát, hogy nem, akkor se. Hát ez a hátránya, hogy előnye az, hogy ingyenes, de hátránya az, hogy nem olyan, mint egy normál kártya. Nem lehet vele normálisan használni, hogy Google Sensei megadni a IBAN számlát, meg stb., amiket már ugye mondtam. Úgyhogy valaki megírta, hogy meghívna a Revolutra. Pont annál a videónál, a 2 napi utolsónál. Mondom magamban, nem tudja, hogy van Revolutom. Ja, még mondom, leírásban is ott van.
Ja, profilom, de majd. Hát nyilván nem fogom most kitörölni az összes videónál leírásban a Revolut profilomat, meg a számlámat, mert mire kitörölném. Jó, hát van idő, nem valami szó, mert de inkább akkor mondom itt videóban, hogy akkor most már arra ne küldjetek támogatást, ha mégis arra is valaki még akarna, mert ugye letöröltem, megszüntettem, mert hát minek kettő, ha már van egy folyószámlám, rendes, normál, akkor most úgy a fele, amit már mondtam, nem tudom, most már mondtam ebben a videóban, hogy most még legyen akkor kettő, nem? Jó, az a dolog, hogy így gyeres, nem lesz vele semmi baj, úgysem. Ja, de akkor is úgy vagyok vele, nem kell akkor kettő, hát. Jó, most annyi, hogy 2300 forintot fizettem ugye a kártyadíjért, akkor a Revolutnak. Amikor hozták, úgymond annyiból rossz, hogy kábel megy, de most hát nem ment kábel, mert nem ment végül is, csak hát most kettőt nem akarok megtartani. Elég lesz egyet megtartani. És akkor hogy írták is egy-kettő, hogy hosszabb időkre úgyis jó lesz az OTP számla. Mert hogyha egyszer mégis dolgoznék, akkor meg úgyis fog kelleni számla, nem? Mert ugye legtöbb munkahely jó számláló tarja a fizetésteket. Akkor meg, hát igen. Úgyhogy, meg egyszer azt nem írta valaki, még nem is azt nem titkokon írta valahol, hogy általában mindenhol már számlán fizetnek, meg a nyugdíjt is, meg ilyenek. Jó, tudom, nekem nyugdíj nem igen lesz, hát jó, hát még nem megyünk ennyi előre ebbe azért, hát még előre kaphatok, hogy csak dolgoznék egyszer, hát. Még ha még a 9 évet, vagy nem tudom, hogy van ez, 9 évet kell, vagy nem tudom mennyit. Legalábbis régen azt tudom, 9 évet kell dolgozni, és akkor úgymond kapsz nyugdíjat, de hát igen. Gondolom ma már nem úgy van, hogy 9 év, lehet gondolom már 12, nem tudom. Nem néztem még ezeken utána. Ja. Úgyhogy ez a helyzet, ez történt 2 nap alatt, tehát sok minden azért, úgymond. Sok minden. Mind ahhoz képest, hogy hát úgy mondom sok minden, hogy na, úgyhogy most már a Revolutóra oda ne küldjetek, hanem ha valaki mégis szeretne támogatni, akkor csak most már PayPalomra tud egyelőre. Majd nyilván, ha meg lesz az OTP számlám, majd a számlámat ugye nyilván most lehet, hogy majd kilakom. Hogy a számlát ezt ki lehet lakni, csak ugye a kártyaszámot nyilván nem. Ja. De jó, wow. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz majd. Hogy nagyjából olyan lesz, ami régen volt, hogy akkor mellvileg akkor ugyanúgy azon is kéne lenni internetbanknak, hogy belépek, mert ugye mondta is a ügyintézősök, hogy majd be kell lépni, ugye jelszót váltani, meg mit tudom, és a többi alkalmazás, ugye le kell tölteni az OTP Smart. Aztán meg az a neve, igen. Mindegy, azért mondom, leírások el akkor azt a linket, amit ugye számlát igényeltem, stb. Ja, úgyhogy jó lesz az szerintem. Hát még az is jó, ha egy évig ingyenes, ha tényleg új az egy évig havidíj ingyenes, mert az van odaíva, nulla forint, mert minden, hát csak nem vágják. Tehát nem fogják átvágni az embert, hogy hát mégse ingyenes, pú. Ja. Mert Fattal is mondom, átnézte ezt az oldalt, amit küldtem, neki is ugye elküldtem minden, hogy mondom, ez jó hangzik ez a dolog. Most már nagyon izgalomban vagyok, várom már, hogy megkapja a dolgokat. Hú, de jó lesz. Ahogy nem tudom miért. Még tényleg most nem azért mondom most ezt megint, csak most így eszembe van, hogy ha már videózok, hogy mai nap, nem tudom, és annyira azt hittem, hogy tényleg van. Azt álmodtam, hogy volt GoPro-m. Csak hiányzik azért a GoPro, de nem azért mondom, hogy nem azért mondom, hogy akkor jaj, valaki el vagy jaj, de a bobédak, hogy jaj, Krisztiánnak már megint kell.
Nem, az én mondom, csak nem tudom, miért álmodtam a GoPro-ról, hogy használtam a GoPro-t. Ugye leforváztam, és akkor beállítottam, ott volt nálam a GoPro, és csináltam a felvételt. Mondom, Dick, azért csak hiányzik a GoPro, hát az volt a legjobb akkor is, még hogyha nincs olyan előlapja. Látjátok, mi izgalomban vagyok, mert hát, na, csak várja az ember, hogy pedig csak szávra száll meg, mit tudom, de hát, na, hol az hát? Ha jó van az, vagy nem jó van? Na, ez is olyan, mint a gameplay, mint a gamer PC, hogy az elején, hú, de jó. Pag, gamer PC, minden ugye már ennyi ideig. Bár az olyan jó, bármint jó, csak, na. Az elején lehet, hogy most úgy izgalomban vagyok, meg minden. Hát, egy tennap is kétszer ábjött a hasmenés, mert annyira izgulok, hogy na, milyen lesz. Meg minden jó lesz. Meg most akkor elvileg kártyát is fogok kapni, mert azt mondja Fater, ahogy olvasta, hogy postán fogja hozni, meg mit tudom én állítólag. Pedig amúgy az ügyintézések nem mondták azt, hogy kártyát is hol fogják rendelni, vagy valami, mikor fogok kapni. Aztán valami betéti, vagy Mastercard online van neve. Na, mindegy, majd kiderülnek. De az a lényeg, hogy akkor is legalább a folyószám, ha mi lesz számla, meg online-on fogok tudni vásárolni. Kártyával azért is voltam vele, de így akkor felséges a Revolut 2, Revolut, hogy a két izéme, akkor ugyanúgy akkor tudok utalni, vagy a vásárolni. Ha jön pénz, és akkor az ugyanúgy a PayPalhoz hozzá tudom adni majd, stb. És akkor ha PayPalra is érkezne valami összeg, akkor átutalom a számlámra, a sajátomra, és akkor volna megvalódva minden. Ennyi, úgyhogy látjátok mi. De legalább most jó kedvem van, és most izgalomban vagyok. Ja, hát most na. Úgyhogy azt hittétek, gondolom, na, nem lesz egy ideig videó, mert ez van, de lesz az csak hát. Még hát, amíg addigra meg lesz, el lesz intézve a számlám, mire a Google Sence elutalná, mert ugye 20-án utalná el a 22 ezeret. Ugye most 15-e van, hát nem hiszem, hogy addigra, de még csak a következő hónapban sikerül majd. Mert ugye utána akkor elküldöm a saját adókártyámat. Írta valaki, hogy menjek be és csináljak adókártyát, hát van adókártyá, hát ugye az mindenkinek van, aki már 12 éves felett van, hogy hogy mondtam már muter, akkor egyszer kérdeztem muternak, hogy mutertól kérdeztem, hogy nekem van adókártyám, amikor meg kellett volna adni a Google Sence-re, és akkor mondom, hogy de már 12 év felett, vagy hogy mondtam már mindenkinek van. Úgyhogy a kis iszörös vagyok már, de ó, adj a fele. Ja, egy a fele. Na most bemegyünk cikizni. A nóppal a gyerekik. Szerintem lehet, hogy pont van idő. Jaj. Hú, régen láttatok így feldobva. Nem mostanában. Nem mostanában voltam így feldobva, mi? Ja, azért mondom, hogy váltogatom itt a helyeket. Úgyhogy majd el lesz égetve. A Revolut költje, mi azt mondtam már, vagy nem? Ja, mindegy. Az a lényeg, hogy mondtam utána, hogy akkor majd kidobom a kukába, de mondta, hogy hát ledobjam ki, mert hogy ha véletlenül mégis valaki megtalálná, de mondom, hát 0 forint van rajta, semmi, mert gyerek elhasználtak, akkor költöttem, mert volt még rajta 1500 forint, és úgy engedte lezárni a számlámat a Revolut, hogyha lenullázom. És akkor még abból vettem valamit. Ja. Ugye.
Hát a helyzet. De hogy nem tudta valaki, hogy még nincs Revolut számlám kártyám? Pedig hát már szerintem nem is tudom mióta van. De most már nem így. Én nem, már tudom, már mondtam, na. De én már így nem akarok kettőt. Elég lesz ezzel az OTP-vel. Úgymond. Meg lenni vele. De az a lényeg, hogy megoldottuk, és immár el kell fogadják majd az adókártyámat, mert akkor a saját számlám van, a nevem, a OTP, meg minden. És akkor így már, ha így nem fogják elfogadni, hát én nem tudom, mit fogok csinálni, pont mondtam is, volt el is. Hát remélem, akkor így már elfogadják, hogy akkor az adókártyámat is. Mert mégis elfogadták volna, csak hogy nem az én nevem, mert van az OTP számla. Úgyhogy, ugye de be is küldte ugye a közösségbe YouTube-on, hogy láttátok, aki látta, hogy még amit írtak, hogy az enyémet elfogadták volna elvileg, csak hogy nem az én nevemben van ott a számla, OTP. Úgyhogy így el kell fogadják, és akkor minden rendben legyen. Ja. Most jó, gyorsan kibeszéltem magamat, amit tudtam, akartam. Lehet, hogy még lenne valami, amit akarnék mondani, csak hát már nem sok időm van, mert már 21 perc megy a videó. Na már meg is jöttek, úgyhogy megyek. Sziasztok gyerekek, jó hosszú hétvégét, további szép napot. Sziasztok!